Eredetileg Y-nal íródott, és alcíme a magyar nép zivataros századaiból. A költő 1823. január 22-én fejezte be ezt a művét, ezért ezt a napot, január 22-ét emléknapként tartjuk számon azóta, a Magyar Kultúra napja lett. Első alkalommal a mű az Aurora című évkönyvben jelent meg 1829-ben. De általános ismertségre csak így. Welcome to the League of Draven. That's swag, bitch. Everything is purple. Swag. Everything is purple. Swag. 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 I said everything is purple. Swag. Everything is purple. Swag. 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 Purple swag. Purple swag. I'm in the zone. I'm getting though that purple swag. Purple swag. That purple smoke up in my clothes. That big booty. Juicy fruity, yellow bone, I want a bone, I'm getting done. I took her out, dick in the mouth, she didn't know. I'm flexing still, I'm sitting high, I'm tipping slow. I'm Texas trail, but in and by, we spit it slow. I got these poppers going crazy, you see me coming, broke up tussing, we're discussing ASAP. When you are weak and weary, I will protect you. Give you myself sincerely. We won't be torn apart. Században él Marsalkó Dávid, akit úgy hívnak, hogy halott pénz. Te ne poénkodjál, hanem légy szíves írjál. A most élő zeneszerzők közül ővele ismerkedjünk meg, egy dalszerzővel, egy magyar rapperrel, az 1984-ben született, január 11-én született Marsalkó Dáviddal. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszer. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszer. Elnézést, talán meg tudnám mondani, mennyi az idő? Persze, kívánok. Ciao, buongiorno, scusami, ma adesso non posso parlarti, ti richiami stasera, va bene? Ciao, ciao, amore, ciao. Bocciannate. Salut, comment ça va? Non, ça je ne peux pas maintenant. Je te rappelle ce soir. Ok, ok. Salut, au revoir. Bocciannate. Better keep watching, cause they don't care. Pass me the keys, that's why I leave. Mom, your time and I'm so unkind. This house is a maze, that's where they raise some new faces of our day. When we... Egy mai órán folytatjuk, amit eddig irgalmatlan, izgalmas lesz. Nézzétek tovább ezt a remek alkotást,
le is kapcsolom, mert bizonyára mindenkit érdekel. Főleg engem. Megnézzük, hogy mire jó a kémia, csinálj egy különleges koktélt, jó? A lehetőség előttetek van, a piros fekete ribiszke, a kék az nagyon finom mentaszörp, ezt ajánlom bele, a pici piros az pedig ribizli szörp. Na, kezdjétek, olyan arányba keveritek, ahogy szeretnétek. Gyerünk, Péter! Köszönöm szépen. Álomiskola, álomkoktél. Finom. Csak pózolok, hogy legyen like, hogy lásd, mit csinálnak a legendák. Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombok. Elnöki ügy. Minden nézésem állnak, minden kérdésem állnak, minden. Money flow, but fuck that little mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. Hey yo, Jason. Oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Tehát a lediktált vázlat alapján mindenki készüljön fel egy felelésre a következő órára, és tanuljátok meg a művet, két hét múlva kikérdezem a memoritert. Emellett témazáró dolgozatra is lehet számítani. Vörös Marti Kölcsei költészete a téma. Vége az órának, pakoljatok össze, holnap ugyanebben az időben folytatjuk. Hello, Karai Gimi! Szavazatok a 10. célra! Látod velünk a Latvécből! Hello, Garai Gimi! Köszöntök mindenkit sok-sok szeretettel, szevasztok, örülök, hogy találkozunk, már ha nem is személyesen, de legalább így. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy szavazzatok a 10 C-re, mert hogy szerintem akkor jártok a legjobban. A következő napokban változékony idő várható, de Szekszárd térségében sütni fog a nap, és ott a legmagasabb hőmérséklet
A nap összes sugara a Garai Gimi fölött összpontosul, és a tizedik céseknek szurkolunk. Baravás Évi innen Budapestről, hajrá Szexer, tizedik cé, Garai Gimi, pusz! Hello, Garai Gimi, én Gönci Gábor vagyok az RTL Klubban, ez itt mögöttem pedig a Fókusz szerkesztősége. Arra kérek mindenkit, hogy mielőtt megnézné a ma esti adásunkat, szavazzon a tizedik C osztályra.